György István újságíró 1974-ben került gyakornokként az Alai Hírlaphoz. 2008-ig főszerkesztője volt a lapnak, majd a Pannonlapok főszerkesztője lett. Mikor fordult a fotózás felé, miatta a késztetést? Mindjárt az elején. Amikor 1974-ben beléptem a szerkesztőségbe, akkor egy idős kollégával kerültem egy szobába, aki rutinos volt a technikai oldalakon is, tehát szerkesztette is az újságot, nyomdai felügyelő is volt, és ő mondta, hogy hát az első dolgod legyen, hogy vegyél egy fényképezőgépet mert aki nem fényképez e, újságíróként, az, az információknak csak a felét tudja átadni. Sokszor meg a fényképekkel olyan dolgokat lehet megörökíteni, e, amiről beszélni sokat lehet, de igazán megfogalmazni nem a téma lényegét. Na és akkor vettem egy Zorki 10 egy fénymérős kis orosz gépet hitelre, és akkor elkezdtem fotózni. A cikkeimhez én készítettem általában a fotókat, bár nagyon jó fotósok voltak az alai hillapnál, például a kis Ferencővel én nagyon szerettem dolgozni. A nagy riportokat, amikor ilyenekre, olyanokra mentünk, akkor én nem vittem fényképezőgépemet, mert ő, ő, ő a szituációkat, azokat jobban le tudta fényképezni. De a fényképezés aztán megmaradt egészen addig, amíg nem kerültem vezetőbeosztásba. Ugye 1990 elején én privatizáltam az alai hillap kiadót, és akkor ugye ügyvezetői beosztás, később főszerkesztő, aztán a központi főszerkesztő, nem volt esély arra, hogy fotózzak, csak a szabad időmbe és a kirándulásokon. És ahogyan nyugdíjba vonultam, akkor az volt az első, hogy mi lesz a témám, amivel hosszan lehet foglalkozni, és hát ezeket képileg is be kell mutatni. És akkor gondoltunk arra, hogy a falvak turisztikai lehetőségei rendkívül fontosak, és hogyha meg tudjuk a, falvaknak a szépségét mutatni, akkor ennek a sorozatnak sikere lehet. Hát az is lett, mert fut mindmáig 2015 óta. Hogyan készült az alai településeket bemutató anyag? Mondhatnám azt, hogy fejlődött. Technikai megoldások és a szerkesztési megoldások fejlődtek. Először 2015-ben négy vagy öt faluból készítettem ilyen referencia riportokat, és ott vetődött föl, akkor még a vasárnapi zalai hillabba, és odvetődött vetődött föl konkrétan a Szécsi-szigeti polgármester, Nagy István barátom, kérdezte, hogy te Pista, hát itt a vasárnapi újság alig jár valakinek. Meg lehetne venni ebből a nyújságot, hogy mindenki elolvasassa, mert nagyon tetszett neki. És azóta a polgármesterek úgy kérik már, illetve az is a feltétele, hogy annyi újságot rendeljenek abból a lapszámból, hogy minden lakó elolvashassa, hogy mit üzen a polgármesterség a falunak, mit látott meg az újságíró, milyen szép a falunk, hogy ezt mindenki lássa, és azóta töretlenül megy ez a sorozat. Milyen szempontok alapján igyekezett dokumentálni a vidéket? Igyekeztem területarányosan elosztani a falvakat, tehát gyönyörű megyénk minden tájáról hozni egy-egy települést. És akkor következett a településből való felkészülés. Körülbelül a találkozás polgármesterrel vagy a faluval való találkozás előtt egy héttel már elkezdtem gyűjteni a történelmi dokumentumokat a faluról. Mindent, amit csak az interneten el lehet írni, a könyvtárba el lehet írni, ahol nekem is vannak könyveim, onnét el lehet írni. Tehát amikor viszem a kész anyagot a polgármestereknek, az már önmagában sokkal több, mint amennyi egy riportban megjelehet. és akkor ők meg hozzáadják a Táj szépségeket, hozzáadják azt, hogy mi tartozik még hozzájuk, hol mit lehet látni. És sok mindent én veszek észre, amit, amire ők nem is gondoltak. És akkor nem egy polgármester megköszönte, hogy nem is, lát, nem is tudtam, hogy ilyen szép a mi falunk. A mostani járványhelyzet miatt rendhagyó a kiállítás, hogyan ajánlaná az érdeklődőknek? Aki zala szépségeiből egy kis egy kis csokrot szeretne összeszedni, az nézze meg. Itt 32 falu szerepel, azért csak 32, mert tavaly az önkormányzati, őszi önkormányzati választásokig lehetett szerepvállalása a polgármestereknek, mert ugye nem tudták, hogy utána tudják-e teljesíteni a vállalást, a rendelést, vagy nem. Na, a, a, abba 30 falu fért bele, és az önkormányzati választások után jött még Gyenesdiás, és jött a akik már voltak a sorozatban, hogy gyönyörű ősz van, és ők szeretnék ilyen őszi világukba is megmutatni a falujukat, és nagyon jó sikerült a, sikerültek a riportok. És akkor jött a 2020-as év, és akkor már úgy gondolkodtam, mert már 140 valamennyi tartottam a falvaknál, hogy most már nagyon nehéz lesz összeszedni egy évre való riport témát, és hát nagyon tévedtem, nagyon sokakat megszólítottam, de nagyon tévedtem, mert akkor se fért volna bele az idei évbe ezeknek a feldolgozása, ha nem jön a járvány. De elkészült a Miklósfai riport, az első városkörnyéki települési riport nagykanizsán, ami nagyon jó sikerült, utána elkészült Pakod riportja, és elkészült a Nemes Pátróé, és megállt a sorozat. Jött volna e, Zalaháságy, és akkor azon a reggelen, amikor indultam Zalaháságyra, pont az a legeszenes autóztam, amikor hívott a polgármester, hogy Pista, Ácsi, álljunk meg egy pillanatra, mert egy embert nálunk karanténba zártak. És akkor mi abba hagytuk a riportot, és miután a kormány elrendelte, hogy látogathatók a települések, ki lehet mozdulni, akkor elmentünk Kanizsára, már ott volt ez a kiállítás, akkor már Kanizsán. Előzőleg ez hogy a januárban a Hevesi Sándor színházban nyílt meg, aztán utána került a Kanizsára a Hevesi iskolába, és jött volna Lentibe. Itt aztán akkor, amikor már lehetett menni, akkor lementünk a Kanizsára, lebontottuk és elhoztuk ide ebbe a szép házba, és hát reméljük, hogy majd itt is láthatja a közönség, és nem csak a tévén keresztül lesz módjuk megismerni, ismerkedni a képek egy részével. Várható, mikor lesz látható, és mennyi ideig a kiállított anyag? amikor az intézmény látogatható lesz, akkor azonnal jöhetnek a nézők, fogunk egy kis kommunikét közölni az Zalai Hillabba is, hogy látogatható a kiállítás a nagy részére is. Aztán, hogy meddig, azt nem is tudom pontosan, mert ugye fölborult az eredeti rend. Az idén még egy helyre megy, tehát kezd helyre, de oda ősszel. Reméljük, hogy nem jön vissza a járvány, hogy oda nem, ér el, oda nem tudjuk elvinni a kiállítást. Most jelen pillanatban itt a környéken készülnek a riportok. Ugye most van a Trianon 100 éves évfordulója, ami borzasztó rosszul érintette hetést, mert ez a gyönyörű szép kis tájegységet ketté vágta, négy magyar falu maradt ezen az oldalon, és ugye sokan mondják azt, hogy sajnálkoznak azok, hogy akik a határon kívül, rekedtek, hogy azoknak milyen rossz. Hát akik itt maradtak a határon belül, ő nekik milyen rossz volt, hiszen itt vasfüggöny ereszkedett le, aknamező létesült, még a határ közelébe se lehet járni, ezekben a falvakban nem enge, adtak ki építési engedélyt, nem adtak, engedtek betelepülni, és akit lehetett, inkább, inkább elzavarták erről a környékről, mivel hogy rokonaik éltek a titú Jugoszláviájában. És ez most is rettenes néződik ezeken a falvakon, bár például Bödeházáról készül az első riport, ami csütörtök a jelenik meg az alai hillabba, ott már létesült ugye egy barátság, Park, meg, meg a faluba is olyan gyönyörű ö, ö, építkezések folynak, gyönyörű parkosítások, de azok már betelepülők, azok már úgy jöttek ide, hogy egy csendes szép vidéket keressenek, és itt rátalálnak, mert ennél szebbet elképzelni se lehet.